Annyit fűznék hozzá, hogy ezt a szecskázót nagyon sokan használják ágdarálásra, ágaprítása. Hát ilyen kiszedett virágokat, ami nagyon elterjedt, leaprítottam bemutatóképpen. Ez az irányváltó még egy picit forog is, ott működtet, elvisz egy ilyen körmös kapcsolót. Most például visszafele menne, el is indult visszafelé, még a lendületből. Akkor, hogy milyen legyen az előtolás? Lehet variálni. Fogaskerekeket cserégetni, gyorsít, lassít. Itt van egy ilyen plusz karika, ami függetlenül mozog, egy biztonsági csavar van benne. Ha valami nagyon erős, akkor ezt elnyírja. Akkor van még itt egy másik fajta fogaskerék kombináció is. Egy egész pici, egész nagyot, vagy fordítva, a nagy hajtsa kicsit. Ebben is van egy ilyen biztonsági csavar. Ha erős, akkor elnyírja. Plusz van még egy olyan biztonsági a behordónál, hogy ebbe egy ilyen rugó nyom, egy ilyen kuplungszerű lapot, és ha megakad, ha túl sokat raknak neki, mert hát a kukoricát azt ölszám lehet neki rakni, a faágokat is, ha valaki megy rendesen, körülbelül nem is győzi rakni neki, ha a behordó rendesen viszi. Amúgy egy négy késes szerkezet, lehet, hogy ki is nyitom, megmutatom, hogy néz ki belülről. Ja, én tegnap egy egyszerű kardancsonkot ráhegesztettem, levettem az égszétárcsát, viszonylag szépen körkörösnek a belseje. Ilyesmi késekkel van. Ott van az üllő, a fogadó. Igazából az lenne jó, mikor így forog körbe, hogy egy picit súrolna a kés azt, éppen hogy csak súrolna. Akkor a legjobb, mert akkor nem tép, hanem rendesen vág. Egyelőre hirtelen ennyit jutott eszemre a dologról. Lehet hajtatni villanymotorral is. Ahol nincs villany, ott megoldható robbanó motoros eszközről. Ennek a szecskázónak még annyit hozzáteszek, az az előnye, hogy nem kell semmi közvetítő, forgásirányfordító, traktorról egy az egybe hajtatható. Talán még, hát itt a maximumot írja, 700 a maximális fordulat, de legtöbb né oda van írva, hogy 540 az üzemi fordulat, vagyis a kardánról megegyezik.